József és a bűvös kabát. Ez volt a Mandala Dalszínház első előadása éppen 30 éve. A plakát most az egykori bemutató helyszínén, a Váci Mihály Kulturális Központban látható. A teátrum 30. jubileumi évadának tiszteletére fotó- és plakát kiállításnak ad otthont az intézmény. Tartoztunk már a nézőinknek is, a látogatóinknak és önmagunknak is ezzel a kiállítással. Mindig figyeltünk arra, hogy az adott bemutatóról készüljenek, vagy az izgalmasabb előadásokról készüljenek fotók, fel is kértünk fotósokat, és rengeteg fotó készült rólunk, úgyhogy nem is kértük meg az alkotókat, hogy készítsenek ilyen fényképeket, és ezeket gyűjtöttük, de őszintén be kell, hogy valljuk, hogy a rendszerezés, az archiválás az nem volt éppen tökéletes, és hát 3 évtized van mögöttünk, ez egy jubileumi év, és most született egy ilyen döntés, hogy akkor próbáljuk meg ezeket a rendelkezésre álló fényképeket, plakátokat egy kicsit rendszerezni. És ez történt most meg. A kiállítás az elmúlt évtizedek legnépszerűbb bemutatóiból ad ízelítőt a közönségnek. Nagy részt a bőség zavarával küzdöttünk. Igyekeztünk figyelni arra is, hogy egy-egy tablón, ami ugye úgy van tematizálva a kiállítás, hogy bemutatók szerint vannak csoportosítva a fényképek, de hát ugye a Mandala Dalszínház arról is híres, hogy egy-egy darabot akár egy évtizedig, vagy több évtizedig is játszik, amikor a szereposztás már sokat változott, tehát figyelnünk kellett arra is, hogy lehetőleg minden fontosabb szereplő feltűnjön valamelyik fényképen, és be kell, hogy valljuk, hogy voltak olyan előadások is, amelyekről nagyon-nagyon nehéz volt fotót találnunk, de aztán sikerült. A Mandala zenés, utazó és repertoár színházként is működik. Egyszerre átlagosan 10 produkciót tartanak műsoron, melyek között klasszikus és kortárs bemutatók is szerepelnek. A társulat célja a kezdetektől, hogy ne csak a nagyobb városokban, hanem a régió legkisebb falvaiban élőkhöz is eljuttassák a színházi kultúrát. A Dalszínház kulturális tevékenységét 2019. áprilisában felvették a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. Kíváncsiak lehettek ránk a kezdeti években, hiszen a legelső években is már Vikidál Gyula vendégszerepelt nálunk, Komár László vendégszerepelt nálunk, Szerenyei Béla vendégszerepelt nálunk. Izgalmasnak találták azt, amit egyébként az alapító igazgatónk megálmodott, és aztán az alapítással létre is hozott, hiszen egy zenész színház jött létre vidéken a 90-es évek elején, nem sokkal a rendszerváltás után, ami annyira újszerű volt, hogy hamar hirtelen felkeltette az érdeklődést irántunk, és hamar nagy népszerűségre tettünk szert. A Dalszínház már az első színházi évadban 1992-ben szervezett nyári előadásokat. A szintén 30 éves Mandala nyár című rendezvénysorozat a jubileumi évad egyik kiemelt programja. Az Emlékképek című kiállítás május 15-ig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központban.